Jó érzés itt vásárolni, nem ázunk, nem fázunk, ha esik az eső, úgyhogy én nekem nagyon tetszik. Nagyon örültem neki, mikor mondták, hogy új piac épül. Szeretem. Régi igényten égített ki Záhony városa a piac felújításával. A 80-as évek közepén épült létesítmény mára igazán vonzó és kultúrált közösségi térré változott. Fedor Tiborné nagyon örül a piac felújításának, közel 20 éve árul itt. Régi piacosként úgy érezte, mindenképpen részt kell vennie az ünnepélyes szalagátvágáson. 19 éve dolgozom ezen a piacon, és hát nekünk nagy örömünkre szolgál, hogy felújították a piacot, mert eddig már elég mostohák voltak a körülmények, az időjárás viszontagságának nagyon ki voltunk téve. Záhonyban nem csak a helyi vállalkozók, őstermelők árusítanak a piacon, hanem Kárpátaljáról is érkeznek az árusok. A felújított kultúrát körülményeket biztosító piactérnek ők is nagyon örülnek. Nem ázunk, nem fázunk itt, nem süti az árunkat a nap, úgyhogy nagyon köszönjük a városnak, a város vezetőségének, hogy hát felújították, és itt lehetünk. A város mintegy 20 millió forintot költött a piac felújítására. Új térburkolat, tető és vizes blokk épült, és az árusító pultok is megújultak. A pályázati intenzitás 60% volt. Ez mintegy 20 millió forintos beruházásról szólt. Időközben egy-két olyan plusz igény merült föl, ami plusz önkormányzati forrás hozzárendelését kellett, hogy jelentse. Így összességében mondhatjuk azt, hogy ez a 20 millió forintos felújítás 50-50%-ban jelentett Európai Uniós vidékfejlesztési pénzeket és záhonyi helyi forrásokat. Az önkormányzat tervezi a folytatást, a piac virágításának kiépítését is, ami lehetővé teszi majd akár a hosszított nyitvatartást is.